Ipolyon innen és túl. Ezzel a címmel rendeztek zenei flashmobot az Ipoly-Szalkát Letkéssel összekötő hídon. Az eső miatt az egykori vámépület előtt zendítettek rá a fúvósok, a Vác Civitas szimfonikus zenekar részfúvós együttese és a Nemes Ócsai Ócsa fúvós zenekar. A villámcsődület ötletadója Márta István zeneszerző. Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára ünnepi beszédében kiemelte, míg a híd az összetartozás fizikai jelképe, a közös zene kulturális jelkép a két nemzet együttműködésére. Mutatja ez, hogy a határ két oldalán élő magyarok összetartoznak, és mutatja azt is, hogy összefogott a két ország a V4-ek keretében, és az európai szintereken, az európai politikai szintereken együtt törekszik arra, hogy megvédje az európai kultúrát, megvédje az európai identitást, és ma Európa legnagyobb reménye a saját identitása megőrzésére, pontosan a közép-európai és kelet-európai országokban, így Magyarországban, Szlovákiában és a V4 országban rejlik, ezt a fajta összefogást is jelképezi a mai közös zenélés a közös hídon. A 25 évvel ezelőtt megnyitott Ipoly híd lényegesen megkönnyíti a térség átjárását, a munkahelyre való eljutást. Letkésről és környékéről a munkavállalók nap mint nap Szalka felé jutnak el az esztergomi ipari parkba, Szalkáról és környékéről pedig a kisebb magyarországi üzemekben vagy a mezőgazdaságban találtak munkát a felvidéki emberek. Mind a két térségnek, mind a két országnak, mind a két községnek javára vált ez a határnyitás, az együttműködés. Hisz azt gondolom, hogy emberi kapcsolatok nélkül a világ igazából nem jó irányba menne. Kiváló Szalkával a kapcsolatunk, nagyon-nagyon régtől. Azt lehet mondani, hogy mindennapos. Együtt éljük az életünket itt az Ipoly két partján. Valójában ez a híd Szalka-Letkés határátkelő hely, ez Kapocs nem csak a két falu között, hanem a két ország és a két nemzet között is. Látogatjuk egymás rendezvényeit, hagyományőrző csoportjaink is szívesen járnak a szomszéd településre fellépni, és ez úgy szintén érvényes rájuk is. A jövőben még nagyon sok közös rendezvényt szeretnénk szervezni. A jövőbeli együttműködés kihívásokat is tartogat. Ezt Rétvári Bence parlamenti államtitkár mondta, aki a térség országgyűlési képviselőjeként azon fáradozik, hogy újra a köztudatba hozza az Ipoly mentét, rámutatva a Börzsöny-hegység természeti kincseire és a térség kulturális sokszínűségére. Ennek érdekében jövő év júniusában egy nagyszabású Ipoly menti fesztivált rendeznek, amelybe bevonják a folyó mindkét oldalán élőket.